No, hát tény és való, hogy az eredmények, a rutin és a tapasztalat az a Holland mellett van, de azért ez a mai nap megmutatta azt, hogy ez nem biztos, hogy elég a végső sikerhez. A 17 éves srác pedig először áll ilyen nagy színpadon, majd tett a világbajnokság színpadán. Kérdés, hogy ez mennyire dolgozik tudat alatt, vagy épp a felett, majd meglátjuk. Elég magabiztosan és a nyugodtnak tűnt, meglátjuk. 17 esztendős, ilyen fiatalon még nem játszott senki sem a PDC világbajnokság, ugye, hogyha jól tudom? Hát, mintha azt hallottam volna, hogy minden idők legfiatalabb játékosa, de ezt te jobban fogod tudni, meg le is tud ellenőrizni talán. Minden esetre... Elvileg Mitchell Glegg volt a legfiatalabb játékos, aki játszott, ő 16 évesen és 37 naposan. Tehát én úgy tudom, hogy a második legfiatalabb, de ettől függetlenül teljesen mindegy, szemtelenül fiatal ahhoz, hogy ezen a színpadon játszon, de óriási tehetség tényleg, és itt a sebességgel nem lesz bajunk, elaludni nem fogunk, abban biztos lehet mindenki, mert mind a ketten igen gyors kezű játékosok. Isten. 100 ponttal. Igen. Igen. Képzeld, amikor leírsz egy pontot, amikor két embernek kell írni, és leírod az egyiknek a pontját, és még föl se tudsz nézni, már jön kihúzni a saját nyilait, olyan gyorsan dob. 140-nel. Igen. Szépen megy Van der Voort után. És ez a tempó Van der Voortnak is feküdni fog ám. 180! 102, kicsit alá megy ez most, az még jobb. Most csak egy 60-as. Tripla nélkül maradt Barry. Negyverre hagyja magát Van der Voort, 201-ről nincs kiszállója Kim Barrynek. Próbált leváltani a 19-es, ugye elődöntőt játszott ön a világbajnokságon. Igen, amit ugye Humphries nyert, ott kikapott Barry, és közben megoldja ezt. De még annyi magyar kötődésem, hogy Kim Barry idén a VB-n egy csoportban volt Patrikkal, Kovács Patrikkal, és ott Barry tudott nyerni Patrik ellen. Jó kezdés. És aztán elment a elődöntőig azon a bizonyos VB-n. Csak azért nem láthattuk őt ugye a Players Championship színpadán a döntőben, mert ott kikapott már az elődöntőben még november 4-én. Na és akkor most kezdésből vajon mit fog produkálni Van der Voort? Ha kell a tripla, bedobja. Van der Voort is ugye nemrég még nagyon közel volt a visszavonuláshoz, nagyon fájt a háta, azóta elég sokat foglalkozott magával, és sikerült rendbe tennie a játékát is, meg a hátát is, úgyhogy azért ugye ő nagyon magas egyébként, tehát ez a behajolás megviseli a gerincét. 100-as, 101-es lón van, Barry. csak 60, tripla nélkül maradt Van der Voort. Már nincsen. 87, 8 a maradék. Nézzük a 116-ot. Elcsutott az egyesbe, így ugye nincs kiszálló. 58-ról egyenlített, 18, és a dupla 20, dupla 10. Bedobja! Egy-egy bizony. Nem tűnik megilletődöttnek a srác, azt gondolom. Hát nyilván a selejtező verseny is nem volt ám egyszerű. Azt a versenyt megnyerni, amivel ide bejutott, azt is csupa idősebb, főleg idősebb játékosok között. Tehát emiatt ő nem lesz megilletődött, az biztos.
talán itt a színpadi körülmények, de hát itt sem nagyon zavartatja magát szerencsére. Alá megy Van der Voortnak, az meg mellé a tripla háromba. Nincsen nagy dobás most tőle. De nem jön a tripla. Az ifjú titánnál sem. Oh. 45. 169. Csak 44. Nagyon szép kerekítés Van der Voorttól. Na jön egy 180. Jön ám. 180! De a dupla 16 az azért most kecsegtetőbbnek tűnik. Van der Voortnak igen. És a dupla 8 bedobja! 2-1. Többen érdeklődnek az amatőr versenyen, idén, a jövőre, bocsánat, február 15-16-án lesz, nem januárban, mert nagyon sűrű a januári program. Hát februári sem kevésbé, de oda sikerült besúvasztanunk. Úgyhogy február 15-16, szombaton egyéni, vasárnap páros amatőr versenyen készülünk, majd hamarosan megjelennek a részletek is róla. És még egy 180! Kezd beindulni. Tempóval nincs panasz, azt hiszem. Pörögnek az események szépen. 91-jel egy 170-re Berry. Bocsánat. Bele-le. Megvan. Ó. Na, 72. Százas. Bedobja. Sietetlen. Na most a rendezőnek, aki eddig sem volt sokszor a helyzet magaslatának, jóval lassabb meccseken is néha kereste a képet, most föl van adva a lecke rendesen. Inkább a totált hagyta. Igen, az a tuti. Eddig, aki kezdett, az hozta a leget. Gyönyörű játék Van der Voorttól. Százra teszi le magát. Oh, nem jön a tripla, így lerakja magát 20-ra, de biztosan rá fog dobni, mert nagyon magasan marad Berry. Kell a tripla neki, nem sikerül. Ez 60. 190, tehát ez egy kényelmes befejezés lehet. És bedobja a dupla 10-et Van der Voort, és ezzel el is viszi az első szettet. Nagyon kell koncentrálnia, de a második szettet kint Berry fogja kezdeni, és ha minden eszerint halad, akkor lehet, hogy ott egy hírgyőzelem, meglátjuk majd.